Ma reggel is jó reggelt kívánok! Futni jó, pláne ha szívből szereti az ember. Ha pedig sportolnának egy nagyot, vagy csak kíváncsiak a megszállott, valóban embert próbáló sporteseményekre, vegyenek részt az idei Bécs-Pozsony-Budapest szupermaratonon, ahol egyéniben, illetve váltóban induló futókat, a távot kerékpárral vagy görkorcsolyával teljesítő sportembereket találnak. Akaraterő, elszántság, kitartás, olyan tulajdonságok, amelyek nélkül hosszú távon nem lehet sportolni és célba érni. Az október 19-én rajtoló szupermaratonon. Kaposvár lovasváros. Éppen ezért negyedszázada itt tartják a díjlovagló világkupát. Péntektől vasárnapig több tucat nemzet kiváló lovai és lovasai mérik összetudásukat. Az első nap még az állatorvos ellenőrzi a lovakat, hogy aztán pénteken reggel a junior csapatversennyel elkezdődjön a program. Nem csak futamok, hanem minden nap lesz díjkiosztás is. A világkupa rendezvényei ingyenesen látogathatók. A budavári pálinka és kolbász fesztivál a héten csütörtökön kezdődik és vasárnapig tart. Aki szereti a pálinkát és a kolbászt, dolce vitázhat, annál is inkább, mert idén Olaszország nemzeti itala lesz a vendég. Magyarország legnagyszerűbb pálinka mesterei és főzdéi mellett zenei csemegék is várják a látogatókat. Csütörtök este a Váradi Roma Café, pénteken Rutkai Bori és a Betonka, szombaton a Madarak házi buli zenekar, vasárnap este pedig a Budapest Bár játszik. A programokhoz jó szórakozást kívánok, holnap reggel új ajánlatokkal jövök a viszontlátásra.